Nos, vannak, akik szarkasztikusan azt mondják, még egy ilyen győzelem, és elvesztünk. Mások, és talán ők vannak többen, visszafogott józansággal örvendeznek, mondván, ebben az egyre inkább elterjedő apátiában a rész sikereknek is megvan a maguk pozitívuma. Választásértékelő sajtótájékoztatót tartott a kolozsmegyei RMDS. A sajtótájékoztatón elsőként felszólaló Csuma Botond megyei elnök kijelentette. Abszolút számokban a 4 évvel ezelőttihez képest kevesebb szavazat ellenére sikerült az előrelépés, hiszen százalékarányban a román pártok többet veszítettek, ez pedig azt eredményezte, hogy az RMDS 7-re növelte megyei tanácsosainak számát. Ez a tény, és az, hogy a szövetség képviselői dönthetik el a tanácsbéli erőviszonyokat, előrevetíti annak lehetőségét, hogy újból RMDS-es politikus legyen majd a megyei tanács alelnöke. Úgy érzem, hogy a körülményekhez képest az általános politika ellenes hangulatot figyelembe véve, úgy érzem, hogy egy jó eredményt értünk el. Ugye 7 tanácsosunk lett a megyei tanácsban, 2012-ben csak 5 mandátumot sikerült megszereznünk. És én véleményem szerint ez annak tudható be, hogy sikerült a törzs szavazó bázisunkat meggyőzni arról, hogy érdemes elmenni szavazni. Érdemes az RMDS-re szavazni, mert azért vannak versenypártok is. És érdemes az RMDS-re szavazni azért, mert az RMDS van olyan helyzetben, hogy megfelelőképpen tudja a Kolozs megyei magyarság érdekeit képviselni. És egyik másik román párt sem fogja ezt megtenni, a többi magyar párt pedig nincs abban a helyzetben, hogy elérje az 5%-os küszöböt. És ezt az emberek a legtöbb helyen megértették. Nyilván, hogy ön is említette, hogy abszolút számokban van egy csökkenés, de ezt sok mindennel lehet magyarázni. Egyrészt van egy apátia, másrészt van egy népességcsökkenés, főleg falun. Tehát, hogyha beszélget lelkészekkel, akkor el tudják mondani, hogy évente hány temetés van és hány keresztelő van. Nagyon sokan külföldön is dolgoznak, ez is egy jelenség, úgyhogy több oka van annak, hogy abszolút számokban kevesebb szavazatot kaptunk. Nyilván az is fennáll, az is egy ok, hogy vannak, akik elégedetlenek, nem szeretném ezt véka alá rejteni, vannak olyan személyek is, állampolgárok, akik elégedetlenek az RMDS munkájával, és esetleg ezért nem szavaztak az RMDS-re, de én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó eredmény, és remélem, hogy a 7 tanácsossal olyan helyzetbe tudunk kerülni a megyei tanácsban, hogy meg tudjuk kötni azokat a szó jó értelmében vett politikai alkukat, amelyek révén megfelelőképpen tudjuk képviselni a Kolozs megyei magyarság érdekeit. Horváth Anna, a városi szervezet alelnöke, jelenlegi alpolgármester enyhe rezignáltsággal jelentette ki, hogy céljuk az volt. A városi tanácsban az RMDS frakció erős és megkerülhetetlen entitássá váljon. De a Pénélér 17-es létszámú tanácsosi tömbje semmiféle alkupozíciót nem tesz lehetővé. Deák Ferenc, a megyei, Kinizsi Zoltán a városi kampány adatait, célkitűzéseit és módszereit ismertette. Egyértelművé tették azt, hogy nincs megállás. Elsődleges cél, a már elkezdett és sikeresnek is mondható háztartásokat, egyéneket, ha kell személyesen is megkereső, megszólító kampány folytatása, annak érdekében, hogy 4 év múlva még jobb eredményekről számolhassanak be. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban, meghívottunk a Bíró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét, aki lóhalálában érkezett éppen Budapestről, hogyha jól tudom. Na hát kapcsolódva... Bocsánat, csak éppen köszöntöttem, nem adta meg a lehetőséget. Hogy viszont köszöntöm, illetve köszöntöm a kolozsvári televízió nézőit, jó napot kívánok! Kapcsolódván ehhez az előbbi bejátszáshoz, azért tettem fel, vagy teszem fel a kérdést, hogy nem tudom, hogyan fogalmazzak, versenypártról van szó, vagy szövetségesek önök. Ebben a kampányban hogy is történtek a dolgok? Nézze, nem titkoltuk sosem azt, hogy konstruktív ellenzéki szerepre törekedünk. Az elmúlt 3,5-4 évben ez jellemezte a Magyar Polgári Párt politikáját. Markánsan képviseljük programunkat, elképzeléseinket,
a jobboldali keresztény alternatívát, amit mi úgy szoktunk megfogalmazni, ugye, hogy nemzet, haza, család, keresztény gondoskodás, erdélyiség és autonómia. Ez a hat szó, amiben össze lehet foglalni az MPP programját. És ahhoz, hogy a programunkat meg tudjuk valósítani, ahhoz adott esetben szövetségesekre is szükség van. És hát látni kell az erdélyi valóságot, aki ezt ma nem veszi tudomásul, az azt gondolom, hogy nem felelősen gondolkodik, és legfőképpen nem cselekszik felelősen. Magyar Polgári Pártot a jelölt állítás folyamatában is az vezérelte, hogy sehol ne tegyünk keresztbe, ahol a magyar érdek sérülhet, illetve ahol lehetőség van, és a helyi közösség is óhajtja ezt a versenyt, hogy természetesen versenyezni kell, hiszen a verseny mozgosít, a verseny előre viszi a közösséget, ebben a versenyhelyzetben születnek új gondolatok, jelennek meg új emberek. Ez jellemezte a kampányunkat is, a stratégiánkat is, és hál' Istennek a választók értették és értékelték ezt, visszaigazolták. Azért bólogatok itt és próbálok közbeszólni, mert sort kerítünk még ezekre a témákra. De én először hát egy kicsit, hogy is mondjam, negatívabb kérdést tennék fel. Volt egy bizonyos szavazatvesztés 2012-től 2016-ig, általánosan a három, tehát a szövetség és a két párt, ha jól tudom, több mint 100 000 szavazatot veszített, maga a Magyar Polgári Párt pedig majdnem 20 000-et. Na most ez a szavazatvesztés, hogy honnan, miért történhetett meg? Nagyon sokrétű a kérdés, nagyon összetett, ugye, és hát ha a KH-hoz visszamegyünk, akkor azt is látni kell, hogy sajnos az elmúlt 4 évben is markánsan fogyott az erdélyi magyar közösség. Erről tudomást kell vennünk. Tehát ez egy demográfiai fogyás? Demográfiai fogyásra gondolok elsősorban, ugye, itt a kiöregedő társadalom, az elvándorlás, tehát ezeknek a elemzése talán külön műsort vagy műsorozatot igényelne, de azt gondolom, hogy ezzel természetesen nem lehet hárítani a felelősséget olyan kontextusban, hogy még mindig nagyon nagy azoknak az aránya, akik nem mennek el szavazni. Ha úgy tetszik, akkor ma van egy jó eredmény, ha sport nyelven fogalmazhatok, akkor szép eredményt értünk el a pályán, a küzdőtéren, de lehet, hogy nem túl látványos a játék, ezért a publikum távol marad. És ez a következő időszak nagy kihívása, és itt nem a következő 4 évre gondolok, hanem a következő 1/2 évre gondolok, hiszen ősszel egy újabb megmérettetés következik. Hogyan tudjuk megértetni azokkal az emberekkel, akik valamilyen oknál fogva távol maradtak, és most a lábukkal szavaztak, ugye? Azt mondták, hogy ebből nem kérnek, vagy őket nem tudtuk kellőképpen motiválni, hogy eljöjjenek a szavazáskor, a választáskor. Őket is meg kell győzni, mert azt gondolom, hogy az erdélyi magyar közösség ma egy olyan helyzetben van, amikor minden egyes emberre, minden egyes szavazatra szüksége van. Látnunk kell a napi politikai történéseket, eseményeket. Ha úgy tetszik, mondhatom, hogy a szakadék szélén vagyunk, vagy most már a falig hátráltunk, innen most már nincs hova hátralépni. Tehát meg kell érteni mindenkinek. Ugye, és lásd, ott van Marosvásárhely példája. Sikerült tulajdonképpen az utolsó 100 méteren megmozdítani a marosvásárhelyi közösséget, amely ugye hosszú ideje egy apátiába süllyedt. De talán nem volt elég ez a kampány finish, nem volt elég a célegyenesbe ráhúzni, de megmutatta Marosvásárhely azt is, hogy lehet, tehát érdemes ezen az úton tovább menni. A kampány milyen volt az önök? És visszatérve csak egy pillanat, mert a kérdés lényegét azért, ugye mégiscsak a Magyar Polgári Pártra leadott szavazatoknak a száma, ja, és ezt nem akarom megkerülni. Igen. Ugye a legfontosabb kérdés azért az, hogy a Magyar Polgári Párt ugye most 2012-höz vagy 2018-hoz képest, 2008-hoz képest. 8-hoz vagy 2012-höz képest, igen, is sokkal kevesebb helyen indult. Tehát ahogy az előző gondolatmenet, előző kérdés kapcsán is fogalmaztam, mi figyelembe vettük azt, hogy hol lehet versenyezni, és hol nem. És ilyen kontextusban csak székelyföldi 2 megyében, Hargita és Kovászna megyében indítottunk megyei listát. Ez óhatatlanul megmutatkozik a szavazatszámokban is. Ha úgy tetszik, ebben a, vagy ezen a területen nagy árat fizettünk, de én azt gondolom, hogy megérte ezt az árat fizetni, úgy a párt szempontjából, hiszen a mandátumok azok gyarapodtak, tulajdonképpen meg kétszereztük a polgármestereink számát.
és nem indítottunk, még egyszer mondom, megyei listát ezeken a területeken kívül, de nem indítottunk helyi listákat sem olyan helyeken, ahol veszélybe kerülhetett a magyar képviselet, vagy egyenesen esetleg RMDSZ listán jelöltünk embereket Szorványvidéken. Tehát ez mindenképpen megmutatkozik most a számokban, úgyhogy ezzel is ez is indokolja azt a szavazatszámot. Vannak, akik azt mondják, hogy az új törvény nem adott ugye lehetőséget a nagyon hangzatos, tehát arra a kampányra, amit már megismerhettünk. Sokan azt mondták, hogy hát ez egy átlátszó kampány kell legyen, akkor erre feljött, született meg az ítélet, hogy igen, ez egy láthatatlan kampány volt. Önök hogy kampányoltak? Hát most nézze, a kispártokat tulajdonképpen azt gondolom, hogy segítette ez a mostani kampányszabályozás. Nem titok, a Magyar Polgári Párt eddig sem volt kitömve pénzekkel, kormánypénzzel, meg egyéb támogatásokkal. Minket időnként még gúnyosan zseppártnak is neveztek, és én ilyenkor azt mondtam, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy zseppárt vagyunk, hiszen mi a zsebünkből finanszírozzuk a pártot. Tehát a párttagoknak a hozzájárulása, a tagdíja volt a legnagyobb jövedelmünk, ebből nagy látványos kampányt, koncerteket, óriás plakátokat eddig sem nagyon tudtunk megvalósítani. Most, hogy a többi vetélytársat is egy picit keretek közé szorították, én azt gondolom, hogy ez nekünk kedvezett tulajdonképpen. Igen. Jó, hát akkor jussunk el a pozitívumokhoz. Azt mondta ön, hogy majdnem megkétszerezték a... Vagy meg is kétszerezték? Hát meg is kétszerezték. Mert 7 volt, ugye? 7-ből indultunk, 15 van, igen. Több, mint megkétszerezték. Van-e legkedvesebb? Mert itt én sorolhatnám, hogy itt vannak azért városok, de legkedvesebb van. Mindenik legkedvesebb tulajdonképpen, mert mindenütt nagyon nagy csatát vívtunk, és még azon a Gyergyószentmiklóson is, ahol több mint 80%-kal nyert a jelöltünk. Amire kell tudni, hogy újrázott, ugye a jelölt? Így van. Újrázott, igen. Hát most már harmadik mandátumát kezdi MPP-s polgármester. Nem újrázott a jelölt, az MPP újrázott Gyergyószentmiklóson. Ja, úgy, bocsánat. Mezei igen, János igen, helyett a, igen, az alpolgármester úr Nagy Zoltán indult. Olyan értelemben vágtam rá, hogy újráztunk, hogy, igen, hogy az MPP vezette korábban is Gyergyószentmiklóst. Láthatóan jól, hiszen ez a szavazatszámokban és a szavazati arányban megmutatkozott. Ugye, tehát ilyen szempontból bármelyik települést említhetem, de hát azért Székelyudvarhely mellett ne menjünk el, hiszen Székelyudvarhely ugye az a város, ahol megszületett az Udvarhelyi Polgári Egyesület, majd a Polgári Szövetség, és ebből nőtte ki magát a Magyar Polgári Párt, mint ilyen jelképes számunkra. De akár a Maros megyei Magfalvát, amit nagy versenyben sikerült megtartanunk, sőt, végül a nagy verseny úgy sült el, hogy még nagyobb arányban tudtunk nyerni, mint 4 évvel korábban, vagy a 4 Szatmár megyei település, amit sikerült megnyernünk, tehát az embernek mindenik nagyon kedves, ez olyan, mintha az embernek több gyereke van, akkor nem lehet azt mondani, hogy melyik a kedvenc gyereke. Térképre kivetítve néztem, hogy Szatmár megye, aztán ugye jövünk, és akkor Maros megye, Hargita és Kovászna. Ott ugye Kolozs az nem nagyon van benne, ha bár van tanácsosuk Kolozs megyében is. Kolozs megyében hoztuk a kötelezőt. Igen. Itt tulajdonképpen a nagy lehetőség most a megyei önkormányzatban mutatkozik meg, hiszen éppen az együttműködésnek köszönhetően immár azzal is büszkélkedhetünk, hogy nem csak Hargita és Kovászna megyében, hanem Maros és Kolozs megyében is van megyei önkormányzati képviselőnk. Ez Kolozs megyében novum, újdonság, tehát mindenképpen előrelépés. Ahol indultunk, önállóan szép eredményt értünk el, például Széken 3 tanácsost juttattunk be, másutt az RMDSZ-szel közösen indultunk, és juttattunk be tanácsosokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kötelezőt mindenképpen hozta Kolozs megye, Szilágy megye szintén hozta a kötelezőt, hiszen ott Nagyfaluban megtartottuk a frakciónkat, és az általunk támogatott független polgármester a 15-be, ugye ezt nem is számoltuk bele, ő tudott nyerni ismét. És úgy gondolom, hogy akkor a híd így megvan tulajdonképpen Székelyföld és a Párcium hát között. A Bihar megyében, megvannak mindenféleképpen. Bihar megyében is a kötelezőt hoztuk, ott is tudtunk egy picit hozzátenni. A Székelyhídi Városi Tanácsban is lesz most már képviselőnk. Berettyó Széplakon most indultunk először, 2 képviselőt juttattunk be a testületbe, és megőriztük már a Marosban is a pozícióinkat, sőt már a Marosban az együttműködésnek köszönhetően ugye hosszú mezőn, hosszú idő után magyar polgármester van. És jó reménnyel várjuk az alpolgármester választást Kapnikbányán, ahol eddig is a Magyar Polgári Párt adta az alpolgármestert, bízunk benne, hogy ezt sikerül megőriznünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az erdélyi lefedettség az rendben van.
És hát igen, a hídfő állások, Székelyföld és Szatmár. Vagy Szatmár, igen. Egy mértékadó személy, végül is a nevét nem akarom most elmondani, nem politikus egyébként, azt mondta, hogy a politikai pártoknak azt kellene megérteniük, mármint a csúcsvezetőségnek, hogy a helyi koalíciókat engedjék szabadon, tehát ne oktrojáljanak rá felülről ezt, hogy na, akkor mi megegyeztünk ezzel, és akkor mással nem szabad. És én úgy veszem észre, hogy önök végül is ezt elfogadták. Követtük ezt a tanácsot, nem tudom, irányelvet. Ezt a taktikát. Hát igen, tulajdonképpen, még egyszer mondom, egyetlen egy szempont volt, amit országosan meghatároztunk, és erről elnökségi döntésünk volt, hogy a magyar érdeket ne veszélyeztessük. És a helyi közösség akaratát, a helyi közösségnek a hozzáállását tekintjük mérvadónak. Ezért történhetett meg az, hogy Székelyudvarhelyen, ugye, ahol a mondhatom így nyugodtan, a buntaféle korszakot akartuk leváltani, ott ennek érdekében a néppárttal fogtunk össze, igen. De más településeken az esetleg RMDS-t. Éppen az RMDS-szel fogtunk össze, vagy elfogadtuk az RMDS támogatását. Uh-huh. Gyergyószentmiklósról gondolok, ugye, tehát mindkét esetben változat. Azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk azoknak a szavazó polgároknak, akik megértették a Magyar Polgári Pártnak ezt a viszonyulását és hozzáállását, mert még egyszer mondom, a legfontosabb az, különösen önkormányzat, tehát hogy a közösséget képviselni tudjuk, de különösen önkormányzati választások esetében, hogy ott helyben mit akarnak az emberek. Egy percünk maradt a legutolsó kérdésemre, parlamenti választások, mire számíthatunk? Marad, lesz szövetség? RMDS, MPP? Bízom benne, én azt gondolom, hogy a parlamenti választások az egy nagy kihívás, erre is már röviden utaltam. Ott az 5%-os küszöböt a magyarságnak nagyon-nagyon jó lenne átlépni, még akkor is, hogyha ott van az alternatív küszöb lehetősége. Nem lenne jó üzenete annak, ugye, hogyha csak az alternatív küszöbön, vagy küszöbnek köszönhetően lennének ott a magyar képviselők Bukarestben. Elnök úr, gratulálok önöknek azért, amit önök sikernek művelnek el, ezért az eredményért. Gondolom, hogy ha önök annak tekintik, akkor a szavazók is annak tekinthetik, akik önöket választották. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.